Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Egy teljes holdfogyatkozás lesz Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a hold éppen felkelőben lesz, együtt áll az aszcendenssel, és a nap pedig éppen lenyugvóban együtt áll a deszcendenssel. Az elsötétedés, illetve az árnyékba való beérés és az árnyékba való kiérkezés az egy elég hosszú időszak, ami azt jelenti, hogy átvetítve a földi időszámításra ennek a holdfogyatkozási horoszkópnak a jelentősége közel 5 hónapig eltart majd. Miért olyan lényeges ez? Azért lényeges, mert december 10-én a nap a nyilas jelben jár, a valamikori Budapest egyesítésének, tehát Óbudapest és Buda egyesítésének az aszcendensén. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy szembe fog állni a holdfogyatkozási pillanatában, hiszen a holdfogyatkozás az egy szembeállás a nap és a hold között, szembe fog állni a holddal, ez a hold pedig éppen aktuálisan az aszcendensen látható. A hold számára holdfogyatkozás benne van, tehát ilyen értelemben, hogy egy nagyon nehéz helyzet. A hold a mundán asztrológiában a népet képviseli, tehát a nép számára egy nagyon nehéz időszak jön Magyarországon, különös tekintettel azért Magyarországon, mert Magyarországot a nyilas jelébe sorolja a hagyomány, és ez a nap a nyilas jelében van, és szemben áll az ikrek holddal. Érdemes ránézni erre a horoszkópra, rögtön látható, hogy ez a hold és ez a nap, ez valójában az aszcendens-deszcendens tengelyen áll, tehát ilyen értelemben önmagunk és a világ viszonyát képviseli, tehát Magyarország viszonyát a külvilághoz, ez egy nagyon komoly feszültséget szimbolizál, és fűszerezve van egy derékszöggel, amit a Marstól kap a szűzből a hold is, és a nap is, még szerencsére ez távolodó, tehát ez a helyzet már gyengülőben van. Ugyanakkor azonban nagyon fontos, hogy a hold a kettes háznak, tehát a rák kettes háznak, a rákban látható a kettes háznak a csúcsa, tehát a kettes ház csúcsának az ura. Miért lényeges ez? A kettes ház a pénz háza. Tehát a pénzügyi kérdéseket, a pénzügyi összefüggéseket szimbolizálja, tehát ez is azt mutatja, hogy az elkövetkezendő 4-5 hónapban Magyarország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet. Ezt tovább fűszerezi az időközben erőteljesen hátráló Jupiternek és az előre szaladó, tehát a mérlegjelben előre szaladó Szaturnusznak a szembenállása. Ez a Jupiter-Szaturnusz szembenállás, ez azért nagyon lényeges, mert eredetileg a rendszerváltás horoszkópjával analóg értékű, hiszen ott is az aszcendens-deszcendens tengelyen a Szaturnusz-Neptun együtt állnak, és szemben állnak a Jupiterrel a rákban. Azért lényeges ez, mert hiszen tudjuk nagyon jó, hogy december 10-ét követően egy nagyon fontos lépés történik Magyarországon, hiszen Magyarország elfogadott egy új alkotmányt, a magyar parlament úgy döntött, hogy január 1-én 0 órától lép majd életbe. Ennek a horoszkópnak egy nagyon fontos, erőteljes pozíciója lesz ez a Szaturnusz-Jupiter szembenállás, ami itt is megjelenik. Nagyon érdekes, hogy ebben a holdfogyatkozási horoszkópban ez a 6-os és a 12-es házban jár, tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon különös tekintettel az első negyed évben komoly gondok lehetnek a munkanélküliséggel. Sajnos nem igazán kedvező ez nagyjából az első fél évünkre nézve, tehát jól mutatja, hogy a válságnak még korán sincs vége, ez a válság nemhogy javul, hanem folytatódni fog, és komoly nehézségekkel kell szembenézni az ország vezetésének is, hiszen a nap ebben az esetben, mint vezető, a deszcendensen szemben áll a holddal, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az ország népessége, maga a nép az egyre kevésbé fogja elfogadni azt, amit itt a vezetői diktálnak, azokat a határozatokat, azokat a döntéseket,
tehát rövid időn belül komoly népszerűtlenség éri majd a jelenleg vezető párt tisztviselőket és képviselőket, parlamenti képviselőt és beleértve ezzel a miniszterelnököt is. Az egyik lehetőség, hogy ezt a helyzetet így fogadjuk el, ahogy van. A másik lehetőség, amit újból és újból elmondok, az a magyar lakosság összefogásától függ. Tehát azért vagyunk ennyire gyengék, azért vagyunk ennyire kitettek a külvilág változásainak, mert a szívünkben nem érezzük eléggé összetartozónak magunkat a magyar honfitársainkkal. Tehát ami a legnagyobb probléma ebben az országban, hogy nincs összetartás magyar ember és magyar ember között. Látszólagos az összetartás, ami van. Tényleges összetartás nincs. Itt az ideje, hogy felébredjünk, kedves honfitársaink. Itt az ideje, hogy végre magyar a magyarnak ne ellensége legyen, hanem barátja, testvére. És akkor van esély. Ha megtörténik lelkileg az összefogás, az egy olyan erőt képvisel, ami megadja azt, hogy kilábaljunk bármilyen nehézségből. Addig azonban maximum csak nézegethetjük ezeket a horoszkópokat. Az alkotmánnyal kapcsolatos horoszkópot egy későbbi időben fogom elemezni. Köszönöm a mostani figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. És hát sok erőt kívánok az elkövetkezendő fél évhez, hiszen nem igazán kedvező az, ami most vár még ránk. Viszontlátásra!